a véletlenek egymásra folytán egy Szilágy Somjó nevű párciumi kisvárosban születtem, de a családom az teljes mértékben Nagyváradhoz kötődik. A nagyszüleim lánya férhez ment egy gyógyszerészhez, aztán a háború után Aranyosgyéresen sikerült egy gyógyszertárat vásárolni. Iskolába menésig minden nyarat Aranyosgyéresen töltöttem. Friss diplomámmal visszatértem Nagyváradra. Nagyon korán nyilvánvaló volt számomra az, hogy Gyuriban egy jelentős alkotó készülődik. Az igazság az, hogy volt is egyfajta sajátos arisztokratizmus az ő fiatal korának. Ő mindig megkülönböztette magát. Az 1981-ben Nagyváradon megalakult dialógus csoport nevét onnan nyerte, hogy klasszikus művekre való reflektálást tűzték ki első kiállításukon. Az ő karrierje az mondhatjuk, hogy egy villám karrier volt, mert ahogy átjött Magyarországra, nagyon gyorsan bekerült az elitbe. Őt nagyon hamar már mesterként tartották számon. Figuratív művészként kezdi, tehát hogy emberi alakokat ábrázol. Ugyanez történik a nagyváradi korszakban is, ekkor hát a portré ábrázolásai, vagy hát a portré festészete az egy rendkívül hangsúlyos dolog az életében. A figurativitásnak valamilyen fajta leépítése az a magyarországi korszakának az elején kezdődik, valamikor a 2000-es években tetűződik, és aztán a 2000-es évek után visszatalál a figurativitáshoz. Egy zenésznek legalább annyira fontos a vizuális művészettel való kapcsolattartás, mint fordítva. Például a volt tanárom, azóta nagyon jó barátom is, Edward Wolfson állandóan reneszánsz példákkal próbált illusztrálni akár a gyakorlással kapcsolatos teendőket, gondolatokat, akár a perfekcionizmus szándékát illetően. Az, hogy hova megyünk, azt én legalábbis nem tudom. Az, hogy honnan jövünk, azt több mint 4 évtizede szemlélem, vagy legalábbis tanúja vagyok ennek. Én azért a lelkem mélyén meg vagyok győződve, hogy még a 22. században is lesznek olyanok, akik előnyben részesítik azt, amit az ember a saját kezével, a saját szemén keresztül az agyában kigondolva meg tud valósítani.